A brémai muzsikusok Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, a gazdája azon járatta az eszét, hogy levágja. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal mielőtt lebunkóznák. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult ugyan hová indult. Ő bizony egyenesen brémába. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem. Föltette magában, hogy ott beáll muzsikusnak. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kutyával. Vén volt a kutya is. Ott feküdt az út széléns, sóhajtozott magában. Ej, de megöregettem! Ej, de legyengültem! Ezzel régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megáll a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol, mit kesereksz, kutya barátom? Hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor megöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, agyon lő, mivel hogy nem veszi hasznomat. Na bizony, ha agyon akar lőni a gazdád, jér velem, Megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mondotta a kutya, s a szamárhoz szegődött. Indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. – Hát neked mi bajod, vén bajusz vitéz? – kérdezte a szamár. – Ó, ne is kérdezd! – felelte a macska. – Megöregettem, a fogamat elhullattam, nem tudok már egeret fogni, és ezért vízbe akar folytani a gazdasszonyom. – Hát ezt érdemlem ennyi szolgálat után? – Ej, hey, bezzeg, becézet, mikor százával fogtam az egereket. Sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere te is brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához. Olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak megláttak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta. – Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? – Ejnye, levitéz lettél! – Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám, fia! Mikor az asszonyom vendégeket vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja őket jól lakatni! – – Ó, te bolond! – mondotta a szamár. – Csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába! Állj be a bandánkba! Neked is szép hangod van, éppen csak te hiányoztál. Hopp! Lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kokorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek, a szamár meg a kutya lefeküdtek egy nagy falá, fa a macska meg a kakas fel a fára, a fának is a legtetejére. De mielőtt elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát a közelben tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. – Halljátok-e, ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van! – mondotta a szamár. – Na bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mendegéltek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. – De bizony, rablók háza volt az! A szamár, mint a legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. – Na, mit látsz, vénszamár? kérdezte a kakas. Hey, – Hej, terített asztalt, rajta ételt, italt, de mennyit! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. – Mezzeg jó volna, mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. – Meghiszem azt, hagyta helyben a szamát összedugták a fejüket, mind ahányan voltak, s tanakodtak, hogy miképpen tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. És mert, hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit találtak ki. Azt, hogy a szamár a két első lábával feltámaszkodott az ablak párkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, aztán utcu be a házba. Hely, szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetek járnak, nosza felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepettek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük kerekedett, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt A kutya az ajtó mögé heveredett, a macska a tűz tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakasüllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda. De bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ilyetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik. A ház elsötétedik, s gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. – Eredj! – mondotta a vezér az egyik zsiványnak. – Nézd meg, elmentek -e? A zsivány betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, mivel a macska szeme volt az. De a zsivány nem tudta, onnan tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta. Hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába ugrott, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Tyű, megijedt a zsivány, szaladt eszenélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással a szamár a kazal mellől egy hatalmasat rúgott az oldalába. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált, kokorikó, s csapkodta a szárnyát. Futott a zsivány eszenélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez, amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, és az arcomat össze karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, ez meg egy nagy késsel a lábamba vágott. Szaladok az udvarra, el a színak az mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy oldalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról koldulok. A háztetején ült a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide a zsiványt. Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha a szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, s éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.